Szép estét kívánok, köszöntöm Önöket a Híradó Extrában. Június 18-ától véget ért a veszélyhelyzet. Ennek következtében a rendkívüli intézkedések egy része hatálytalanná vált, azonban mellettük megjelentek átmeneti rendelkezések is. Nincs ez másként Makó városában sem. Ebben a témában érkezett vendégem, mégpedig a város első embere, Farkas Éva Erzsébet polgármesterasszony. Üdvözlöm, szép estét kívánok! Szeretettel köszöntöm én is a Városi Televízió nézőit, üdvözlöm! Nagyon sok minden változik, azonban maga az idősáv, mégpedig az idősek vásárlási idősávja ugye megszűnik, amely vonatkozik a boltokra, piacra, és ott ugye hosszú távon kardinális kérdés volt a járványhelyzetben is, hogy mi a helyzet a városi piaccal, hiszen már a járvány alatt is több változás történt a tekintetben. Hol tartunk most? Így van, ugye dr. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes május 26-án nyújtotta be az országgyűlés elé azt a törvényjavaslatot, amelynek köszönhetően 16-án az országgyűlés döntött arról, hogy a rendkívüli jogrendet megszünteti, és rendkívüli járványügyi készenléti állapotot tart fönt az elkövetkezendő időszakban a visszavonásig. 17-én ez megjelent a magyar közlönyben, és 18-án 00 órától lépett hatályba. Ehhez köthetően tulajdonképpen az összes olyan helyi intézkedés, amely az elmúlt időszakban, a járványügyi időszakban kormányhatározathoz köthetően itt városi szinten is megjelent, ezek hatályát vesztették. Fontos azonban hangsúlyozni, és ez vonatkozik tulajdonképpen a piacra is, hogy a járványügyi helyzet bár megszűnt, de a járványügyi készenlét fenntartásának időszaka ugyanezen napon hatályba lépett. Tehát mindazon higiéniai szabályok, illetve a szociális érintkezési szabályok, amelyek a járványügyi időszakban fennmaradtak, fent voltak, ezeket tulajdonképpen továbbra is javasolják betartani. Éppen ezért bár a piacon az idősáv megszűnt, tehát reggel 6 órától 12 óráig tulajdonképpen bárki látogathatja a városi piacnak a területét. Megnyitottuk a Hajnal utca felőli bejáratot is. Emellett azonban fontosnak tartjuk, hogy ezeket a szabályozásokat, a fenntarthatóság időszakra vonatkozó szabályokat, tehát a kézfertőtlenítés javasolt továbbra is a szájmasznak a használata, nyilván a szociális távolság, az 1,5 méter, 2 méteres távolság betartása továbbra is javasolt mindenki számára. Nem csak a magunk védelmében, hanem elsősorban most ebben az időszakban a polgártársainknak a védelme érdekében. Hiszen nagyon sok alkalommal hallhattuk az elmúlt időszakban, és nyilván már látjuk Európa, illetve a világ más területein, hogy sajnos a járvány második hullámban felütötte a fejét, éppen ezért is tartjuk fontosnak. Ugyanígy indítottuk el tulajdonképpen a többi intézményünket is, ugyanezekkel a feltételekkel járványügyi fenntartási időszakban lévő helyzetre. Így van, mert hogy ugye több intézmény is megnyithatja kapuit, azonban a fokozatosság elve leginkább a hagymatikumra fog érvényes lenni ugye az elkövetkezendő időszakban. Május 18-ával már megnyithatta kapuit, azóta volt több olyan időpont, és lesz is, amelyhez még majd igazodni kell a makóiaknak és az ideérkezőknek. Határvidéki településként a járványügyi helyzetnek az elrendelését követően tulajdonképpen a gyógyfürdők, illetve fürdők közül itt a térségben, illetve mondhatom azt, hogy regionálisan is az első közé tartoztunk, akik bezártuk a fürdőnek a kapuit. Tettük ezt azért nyilván, mert a román turista látogatottság igen magas a hagymatikum gyógyfürdő tekintetében. Most is pontosan ezen tényezők miatt tartjuk fontosnak a fokozatosság elvét a megnyitás szempontjából. Ugye a kültéri medencéket nyitottuk meg május 18-án. A kültéri medencék közül a gyógyászati gyógyvizet tartalmazó medencét nem nyitottuk meg, hiszen az elsősorban beltérről volt megközelíthető. Most ez feloldásra került ugye 18-ai hatállyal, és a beltéri medencék megnyitása mellett fontosnak tartottuk, hogy a gyógyászati, ami leginkább közvetlenül
egészségügyi szempontból, gyógyászati szempontból érint bennünket, a gyógykezeléseket nyilván egy előzetes felmérési időszak fogja most követni, és majd csak július 15-től fogja megnyitni teljes körűen a gyógyászati részleg a kapuit. A másik ugye az idegenforgalom szempontjából fő terület a Marospart. Ugye ott most árad a Maros, gyakorlatilag várunk arra, hogy mi lesz a helyzet, bár most már talán apad is, de itt az attrakció elemek is már nyitva voltak, de további engedményekre van lehetőség így a veszélyhelyzet megszüntével. Igen, korábban már beszámoltunk arról, hogy nyilván ezeknek az eszközöknek elsősorban a kalandparknak az eszközei használata tekintetében különböző engedélyeztetések szükségesek, illetve ezeknek a karbantartása, éves szinten megújítása, ez minden esetben szükséges. Erre egy külön cég készít mindig árajánlatot, Makóváros önkormányzata, illetve az üzemeltető a Városgazdálkodási Kft. Felé, és ezt követően, a karbantartási munkálatok elvégzését követően különböző engedélyeztetések zajlanak, és ha mindez rendelkezésre áll, utána működtethetjük, illetve bocsájthatjuk rendelkezésre a látogatók számára. Itt az árajánlatokat erre vonatkozóan bekértük, a szabad strandra vonatkozóan pedig megkaptuk tulajdonképpen az ANTS engedélyt június 15-től, most azonban a túl nagy esőzések miatt ezt az engedélyeztetési időszakot tulajdonképpen felfüggesztették mindaddig, amíg megfelelő szintet nem ér el a Maros, akkor ismét mintát fognak venni, és az alapján kapjuk meg az újabb engedélyt, hogy használható a szabad strand. A lombkorona sétányt ugye korábban már megnyitottuk, itt most az óriás csúszda használatát engedélyeztük a veszélyhelyzet tilalmának feloldását követően. Itt is ugye fontos volt, mivel tulajdonképpen egy szövetszerű zsákban csúszhatnak le ezen a csúszdán, ezért is volt fontos, hogy a járványügyi helyzet végén engedélyezzük majd ennek a használatát. A múzeum skanzenje már korábban megnyitott, azonban itt is van arra lehetőség, hogy most már a beltéren is megtekintsék a kiállításokat. Ezen kívül a könyvtár is már kinyitotta a kapuit, a hagymaház volt az, ami szinte teljesen be volt zárva eddig. Így van. Június 22-én nyitotta meg a kapuit a hagymaház. Nyilván itt most felmérések, illetve a mozi üzemeltetőjével van egyeztetés az elkövetkezendő időszakban. Jövő hét csütörtöktől nyithatja meg már filmvetítéssel a mozi színháza a kapuit, és remélem, hogy minél többen fognak majd ezen részt venni. A járványhelyzetben többször számot adtunk róla, és beszéltünk itt a Híradó Extrában és különböző híradós anyagainkban arról, hogy Makóváros önkormányzata hogyan segíti a rászorulókat és az időseket ebben a kritikus helyzetben. Ez most befejeződött, vagy itt is fokozatos átállás van és visszaállás a régi kerékvágásba? A március 11-én hatályba lépő rendkívüli jogrendre, illetve járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel nyilván a legfontosabb mindvégig az volt számunkra ebben az időszakban, hogy az emberi életet mentsük, illetve azokat az egészségügyi feltételeket biztosítsuk, akár a kórháznak a területén, akár a házi orvosi rendelők intézeteknek a területén, vagy akár a szociális intézményekben, gondozóházakban, egyéb feladatellátásban, ami elengedhetetlen, hogy a járványügyi helyzetben optimálisan működjön. Az egészségügyi intézményeink mellett a szociális hálózatra volt tulajdonképpen a legnagyobb teher, tulajdonképpen zúdítva az elmúlt időszakban, hiszen az állandó feladatellátás mellett, a házi gondozói és más családsegítői feladatok mellett, védőnői szolgáltatások mellett, itt most kormányrendelethez igazodva a 70 év fölöttiek ellátását is biztosítanunk kellett teljes körűen. Tehát nem csak aki házi gondozásban volt, hanem tulajdonképpen az egész város területén lévő 70 év fölöttiek egyéb szolgáltatásait, igényeit is el kellett látnunk, ki kellett szolgálnunk.
Erre vonatkozóan napi szinten több 170 év fölötti igényelt elsősorban az ebédnek a kiszállítását, bevásárlást, illetve gyógyszerigénylést. A járványveszély megszüntét követően, június 18-át követően is nyilván az intézményvezetőkkel egyeztetve, illetve a szakmai stáb véleményét, a helyi szakmai stáb véleményét is kikérve, úgy döntöttünk, hogy továbbiakban is, akinek szüksége van, az átmeneti időszakban még biztosítani fogjuk az ebédnek a kiszállítását. Azt tapasztaljuk azonban a 70 év fölöttieknél, hogy egyre többen mozdulnak ki, és saját maguk, már csak a személyes találkozás miatt is, saját maguk szeretnék igénybe vinni, hogy az ebédért elsétáljanak, illetve hazavigyék. De itt is nagyon fontos, hogy az ebéd kiosztásánál ezeket a higiéniai szabályokat, amelyeket korábban is betartattunk, ezek továbbra is megmaradjanak. Tehát a szájmaszk használata, illetve készfertőtlenítés az étel átadásakor. Elmondható itt Makón is, hogy szinte leállt a város, bár néhány beruházás ugye nem szűnt meg, erről még beszélni fogunk. Azonban kíváncsi lennék arra, hogy sikerült-e már felmérni a gazdasági károkat, valamiféle kimutatást készít-e az önkormányzat arra vonatkozóan, hogy milyen bevétel kieséssel számolnak a jövőben, és ezt hogyan tudják orvosolni. Az emberi élet és az egészség védelme mellett valóban ez volt a másik nagy terület, hogy a helyi gazdaság védelme, mint ahogy országosan is mindig igyekeztünk ehhez igazodva meghozni a döntéseinket. Nyilván országosan három nagy útirányban indult meg a gazdasági akcióterv, amelynek köszönhetően Makó városa is elsősorban a fürdőhöz, mint turisztikai ágazathoz kapcsolódóan bértámogatást vettünk igénybe. Ezt még június hónapban igénybe tudjuk venni. Már nem minden dolgozónál, hiszen nagyon sok esetben már a 8 órás munkakört visszaállítottuk a fürdő teljes körű megnyitása miatt, illetve fokozatos megnyitása miatt. De valóban fontosnak tartottuk, hogy helyi szinten is mérjük fel, hogy a gazdaság milyen kárt szenvedett a 3 hónapos csökkentett üzemmódban, ha lehet így mondani, illetve a vállalkozások nagyon sok esetben bezárása miatt. Erre vonatkozóan indítottunk el vállalkozói konzultációt, ezeknek az eredményeit megkaptuk. Több száz helyi vállalkozás, magánvállalkozás, cégek, illetve őstermelők küldték be a véleményüket, illetve az elmúlt időszakban elszenvedett gazdasági helyzetükről tulajdonképpen körképet kaphattunk. Ezeket most összesítjük, és ez alapján fogjuk majd szeptemberben az újonnan tervezett költségvetésünket megfogalmazni. Azt már látjuk, hogy a legnagyobb kárt elsősorban helyi szinten a turisztikai ágazatban lévő vállalkozások szenvedték el, így elsősorban a szállásadók, az egyéb szolgáltatásokat, éttermi szolgáltatásokat biztosító vállalkozások, kis- és középvállalkozások szenvedték el. Korábban már szintén polgármesteri határozatnak, de a képviselőtestület véleményét kikérve hoztam meg olyan döntéseket, ahol üzlethelyiségeknek a bérleti díj csökkentésére vagy 100%-os támogatására adtunk lehetőséget június 30-áig, és nyilván ezekből az eredményekből szeretnénk majd az elkövetkezendő időszakban a támogatási irányokat megfogalmazni. Azt viszont már látjuk, hogy a válsághelyzet egy teljesen új költségvetési, illetve gazdasági időszakot fog elindítani a városban, mivel a termelés nagyon nagy mértékben csökkent, főként a nagy vállalkozásainknál, vállalatainknál, cégeinknél. Ezért nyilván az idei évi termelés kiesés az jövőre 2021-ben adóbevétel szempontjából még inkább fogja sújtani Makó városának a költségvetését, tehát célszerű lesz a képviselőtestületnek 2020 és 2021-re vonatkozóan válság költségvetést összeállítani. Azt látják-e már, hogy az eredeti tervekkel ellentétben mi az, ami biztosan nem valósulhat meg, és egyáltalán a koronavírus járványnak van-e hatása például a hagymatikum beruházáshoz, hiszen úgy tűnik, hogy afelől is nagy a csend, csúszik, vagy mi a helyzet?
Nyilván kormányzati döntéseket figyelembe véve, illetve javaslatokat is figyelve azt már látjuk, hogy a szeptemberi adófeltöltéssel kapcsolatosan is születhetnek olyan döntések, hogy esetlegesen ez későbbi időszakra fog áttolódni, akár a 2021-es évnek az első negyedévére, ami szintén befolyásolni fogja majd ugye a 21-es költségvetésünket. Amiről már született döntés, hogy a gépjármű adó tekintetében a 2021-es év teljes bevételét szintén be kell fizetnie minden települési önkormányzatnak, tehát ebből a szempontból már biztos, hogy adókiesésünk lesz. Azt látjuk most, hogy a járványidőszakban körülbelül 6-700 millió forint kiesésünk lesz csak az idei évre, és mint említettem, az elkövetkezendő évben ez tovább növekedhet. Bízunk azonban abban, hogy a kis és középvállalkozások, illetve a nagy cégek újra megkapják ugyanazokat a rendeléseket, akár külföldről, illetve belföldről, és hamarosan visszaáll majd a rend. Azt is láttuk azonban, hiszen arról is már önök is többször hírt adtak, tudósítást adtak, hogy március 4-én a rendkívüli testületi ülés keretében elfogadott költségvetésünk már körülbelül mínusz 200 millió forintos adóbevétellel számolt az idei évre vonatkozóan. Tehát mindezeket figyelembe véve valóban elmondható, hogy egy sokkal szűkebb költségvetési időszakkal kell majd elindítanunk a városnak a működését. A beruházásokra vonatkozóan az mondható el, hogy három szinten igyekeztünk a beruházásoknak a folyamatát tovább vinni a járványügyi időszakban. Egyrészt voltak azok a beruházások, amelyek folyamatban voltak állami beruházásokból, költségvetésből vagy uniós forrásokból. Ezeket természetesen a kivitelezői szerződések ütemezésében igyekeztünk a járványügyi helyzet mellett is továbbvinni. Vannak olyan beruházásaink, amelyekre vonatkozóan megszülettek ugyan a döntések, akár megyei önkormányzat részéről, akár területi operatív program keretében, gondolok itt a bölcsődei fejlesztésekre, református egyháznál, önkormányzat eni bölcsöde fejlesztésére, vagy akár az egyházaknál óvodai, iskolai fejlesztésekre vonatkozóan, amelyek most fognak még elindulni, vagy akár állami szinten többek között az almási tagintézmény fejlesztésére, illetve bővítésére vonatkozóan, ahol éppen most született meg a kivitelezőre vonatkozó döntés. És vannak olyan beruházásaink, amelyre vonatkozóan most írtuk még ki a közbeszerzést, és vannak olyanok, amelyek a járványügyi helyzet miatt ugye megakadtak. Amelyre most írtuk ki a közbeszerzést, sajnos már nem első alkalommal, az az igaz Gyöngyök turisztikai pályázatunk, egy 220 millió forintos keretből, bízom benne, hogy ez végérvényesen el tudja majd indítani a projektet. És van két olyan beruházásunk, amely állami beruházás, de vagy újra tervezés, új közbeszerzési eljárás indítása miatt, vagy pedig éppen a járványügyi helyzet miatt rekedt meg. Ilyen a Hagymatikum gyógyfürdő beruházásunk is, ahol a tavalyi évben, augusztusban indítottuk el a közbeszerzési eljárást. 2020. január hónapjára három érvényes ajánlattétel érkezett be. Innentől kezdve a bírálóbizottság veszi át a szakmai feladatot, vizsgálja az érvényességét a benyújtott pályázatoknak. Ez az időszak, mivel egy több milliárdos beruházásról van szó, ez az időszak abból a szempontból nehéz, illetve hosszabb időtartamú, főleg az ilyen nagy milliárdos beruházásoknál, hogy ilyenkor a kivitelező, a tervező felé különböző kérdéseket tesz föl, pontosan azért, hogy a kivitelezés, a beruházás valóban úgy valósuljon meg, ahogy a tervező azt elképzelte, illetve ahogyan engedélyes kiviteli tervként azt jóvá hagyta a magyar kormány. Ez sok esetben több száz kérdéscsoport is lehet, ez történt most a fürdőberuházásnál is. Minden egyes kérdéscsoport esetében a válaszadásra 15-30 napot kap mindig a tervező, és ez időigényes. Tulajdonképpen a járványügyi időszakban ez történt, ami nyilván nem látványos, de egy nagyon intenzív munka is zajlott. Azt is fontos azonban hangsúlyozni, és ez is kormányzati döntés, intézkedés a járványügyi időszakban, hogy ott, ahol nem történt támogatói okirat aláírás az egyes beruházásoknál,
ezen beruházásokról szóló döntések tulajdonképpen a gazdasági alapba kerültek bele, és ezeket most vizsgálja felül a kormány, hogy melyek azok, amelyek tovább mehetnek, melyek azok, ahova forrást tudnak csoportosítani. Mivel nem tudjuk, hogy ki lesz a nyertes pályázó, hiszen még folyamatban van az elbírálási időszak a fürdő beruházásának első ütemére vonatkozóan, mivel nem tudjuk, hogy ki lesz a nyertes pályázónak mekkora a keretösszege a beruházás kivitelezésére vonatkozóan, elegendő lesz-e az a forrás, amelyről kormányhatározati döntés van, majd a legalacsonyabb ajánlattevő, illetve nyertes ajánlattevőre. Amíg ezeket a tényezőket nem látjuk együttesen, addig nem hirdethetünk ki tulajdonképpen nyertes pályázót. És valóban most ez a járványügyi helyzet, ez miatt is akasztotta meg tulajdonképpen a fürdő beruházását. A másik ilyen nagy állami beruházásunk Újvároson a kézilabda munkacsarnok, ahol szintén januárig lezajlott egy közbeszerzési eljárás, viszont itt egyetlen egy ajánlattevő jelentkezett. Az új közbeszerzési törvény alapján azonban abban az esetben, hogyha egy ajánlattevő van, akkor az érvénytelennek minősül. Itt most egy minimális áttervezést kért még a pályázatot kiíró kézilabda szövetsége, Országos Kézilabda Szövetsége. Ezt a tervezési időszakot éljük most a sportcsarnokra vonatkozóan, és várhatóan az ősz folyamán tudják a közbeszerzési eljárást újraindítani. És még egy nagyon fontos ezeknél az állami beruházásoknál. Január 1-ével egy új ügynökség, szó szerint ügynökség állt föl, az úgynevezett beruházási ügynökség. Ez a beruházási ügynökség, mint állami szervezet, a 700 millió forintnál magasabb értékű állami beruházások teljes körű eljárására hivatott. Ez azt jelenti, hogy mind a közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, mind a kivitelezésre, tervezésre vonatkozóan a beruházási ügynökség a hivatott eljárni. Tehát innentől kezdve, amennyiben Makóváros önkormányzata számára a Hagymatikum gyógyfürdőnél egy olyan ajánlattétel érkezik a közbeszerzési eljárás elbírálása végén, hogy nem elegendő a meglévő forrás, abban az esetben érvénytelenítenünk kell a közbeszerzési eljárást, és új közbeszerzési eljárásként már nem Makóváros önkormányzata indítja el magát az eljárást, hanem a beruházási ügynökség, tehát állami felügyelet alá fog kerülni. Akkor nem csak az Uszoda komplexum, hanem a Hagymatikum gyógyfürdő első beruházása is. Akkor ez még egy több hónapos hosszabb folyamat, mire kiderül. Reméljük, hogy így a veszélyhelyzet végével azért minden visszáll, és az eredeti tervek szerint meg tudjuk valósítani, meg tudja a város valósítani ezeket a beruházásokat. Köszönjük szépen, polgármester asszony, hogy itt volt, és mindezt elmondta nekünk. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Önöknek pedig, hogy velünk tartottak a mai Híradó Extrában. További szép estét kívánok, viszontlátásra!